Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Aszály hatása a mezőgazdaságra. Nem lesz drágább a kenyér. Megnyílt a 9. Bőközfesztivál. Ingyenes összművészeti fesztivál az Ormánságban. Már 137 csomagot kiosztottak a Mosoly Manónál. Iskolakezdési adományokat vár az Egyesület. A magyar himnusz ihlete alkotások Siklóson. Kiállítás nyílt a várban októberig. A rendkívüli kánikula súlyos mértékben érinti az agráriumot. Az aszály miatt a növényzet jelentős része elpusztul, a gabona elszárad. Újra kell gondolni a mezőgazdaság helyzetét, a megoldásokat. Nagy István agrárminiszter térségünkben járt, és programja során a Pannon TV stábjának beszélt az asszállyal kapcsolatos megoldási helyzetekről. Nehéz kritikus hetet zártunk, az idei év legmelegebb hete volt a múlt héten, mondta Nagy István agrárminiszter ormánsági programja alkalmával. Az asszály nagyon rémisztő, ami idén tarol, hiszen a kukorica szárad és most a napraforgó van soron. Bizony valóban szenved a kukorica, hiszen most már több mint 140 ezer hektárnyi asszálykárt jelentettek a gazdák, és ennek 80%-a a kukorica. Rossz hírben a jó hír az az, hogy 38,5 milliárd forint áll rendelkezésre a kárenyhítési alapban, tehát tudjuk mérsékelni a gazdák által elszenvedett kár mértékét. Nagyon remélem, hogy hétvégével jön a hidegfront és jön egy esős időszak, hogy legalább a napraforgót tudjuk menteni, és a napraforgóba essen kevesebb kár. Ilyenkor újra kell gondolni sok mindent, például azt, hogy alkalmas-e a térség arra, hogy kukoricát vessenek. Ha azt akarnak vetni, akkor arra is kell gondolni, hogy a rövid vagy a hosszú tenyész idejűt vessék, milyen agrotechnológiai eljárást alkalmazzanak, hogyan lehet védekezni a megváltozott időjárási viszonyok ellen, tette hozzá miniszter. Rossz hír az az, hogy hiába nincs csapadék a talajban. Ha lenne is elegendő, akkor sem használna, hiszen oly mértékű légkörű aszály van, oly intenzív sugárzás van, amelyet nem bírnak ki a őszi növények. Ez okozza a főbajt. A kormány mindent megtesz azért, hogy öntözés támogatást támogassa, hiszen 176 milliárd forintért adtunk már beruházásra forrásokat a gazdáknak. Több mint 40 ezer hektárral nőtt az öntözött területek száma, a 87 ezer hektáron pedig megújultak az öntözési infrastruktúrák, tehát előrelépés van ebben. Elrendeltük a veszélyhelyzetet, amely ingyen öntözővizet tesz lehetővé. Azt is tudomásul kell venni, hogy 60%-kal kevesebb víz jön a Tiszán, és 40%-kal van kevesebb víz a Dunában. Ez óriási nehézséget okoz, és komplex megoldáson kell gondolkodni, folytatta az agrárminiszter. Azt minden gazdának tudomásul venni, hogyha a bennünket körülvevő éghajlat ilyen mértékben változik, akkor nekünk magunknak is változni kell, apáink, nagyapáink módszerével nem lehetünk eredményesek. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, mindaz, ami most történik, az élelmiszerárakra egyelőre nincs kihatással. Egy példát is mondott, ha azt vesszük, hogy 1 kg kenyérbe belekerülő buza ára 80 forint, akkor ez még ha drágul is a buza felvásárlási ára a kiskereskedelmi láncokban, nem kell, hogy érezhető legyen a kenyér árában. Megnyílt a 9. Bőközfesztivál. Az összművészeti fesztivál valamennyi programja ingyenes az Ormánságban. Idén először tervezték 10 naposra a hagyományőrző népművészeti kincseket, értékeket bemutató rendezvénysorozatot. Gazdag, színes programok Szaporcán, Kémesen, Tésenfán, Drávacsehiben és Mária Gyűd is bekapcsolódott idén. Mint egy évtizeddel ezelőtt a hátrányos helyzetben lévő Ormánságban indult el a Bőközfesztivál. Akkor még nagyon kezdeti lépéseit tette meg az összművészeti rendezvény. Céljai kiválóan illeszkednek az agrártárca azon törekvéseihez, amelyek a helyi értékek megőrzésére és gyarapítására irányulnak, mondta Nagy István agrárminiszter a rendezvény fővédnöke Szaporcán a megnyitón. Azért is jó önökkel együtt lenni, mert a Bőközfesztivál céljai illeszkednek az Agrárminisztérium törekvéseihez, feladataihoz, ráadásul több területen is. Jó érzés látni, hogy évről évre egyre többen jönnek el erre a fesztiválra, hogy együtt ápoljuk és éltessük közös örökségünk fennmaradását. Ez a gyarapodás egyszerre segít szélesíteni és elmélyíteni ismereteinket azokról a megkülönböztetésre, kiemelésre méltó helyi értékekről, amelyek egyediek, különlegesek, és csak is az Ormánságra, sőt kifejezetten a Bőközre jellemzőek.
A hagyományozás segíti, hogy újabb és újabb értékek kerülnek felszínre. Ezzel pedig az összmagyarság történetének egy-egy újabb mozaikja kerül a helyére. A helyikre kerülő mozaikok összekötő kapocsként is működnek, hiszen általuk kapcsolódnak még jobban egymáshoz a különböző tájegységeink, és ami a legfontosabb, az ott élő emberek és a népcsoportok is. Négy település Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi hívta életre az ormánsági bőközfesztivált. Sokan remélték és bíztak abban, hogy szép hagyomány kerekedik ki belőle, ami így is lett. Ma már 10 naposra tervezhették az ingyenes, gazdag programkínálattal bíró fesztivált. Hoppál Péter kormánybiztos országgyűlési képviselő elmondta, annak idején két irányból indult a folyamat. A gondoskodás gesztusa a legmagasabb szintről, mert hogy 2013-ban Orbán Viktor vezetésével Magyarország kormánya kihelyezett kormányülést tartott itt a Bőkösz Fesztivál egyik településén, Kémesen, és akkor olyan döntés sorozat született, amelynek keretében az ormánság felemelkedésére számos kormányzati gesztus és döntés jött létre. Megindult az Ősdráva látogatóközpont építése, turisztikai szálláshelyek létesítése, kerékpár utak szövik be most már ezt a Dráva-menti térséget, és bizony-bizony a falusi élet feltételeinek javítása és bővítése a falusi csokkal, illetve a Magyar Falu Program pályázataival egészültek ki. Így ma már rá sem ismerünk erre az ormánsági bőközi tájra. 10 évvel ezelőtt ez valóban a pusztulás évtizedeit magán hordozó, nagyon leszakadó térség volt. Ez a fesztivál nem a tudatmódosítások, hanem a tudatszint emelésének a fesztiválja, mondta Pataki András fesztiváligazgató. Ilyen szempontból ez egy teljesen más filozófia, egy minden más fesztiváltól eltérő megközelítés. Ez a térség meg tudja mutatni saját magát, ebben a térségben hidak jönnek létre, és ennek a térségnek is megvannak az értékei. Olyan épített örökség van, olyan népművészeti kincs van, és olyan történelmi, kulturális háttér van itt ebben a térségben, amelybe érdemes kapaszkodni, és lehet is. Ez az, ami az ember identitását meghatározni képes. Regionális szinten is vannak ilyen értékeink Magyarországon, nagyon sok esetben. Ezeket az értékeket, hogyha átélhetővé tudjuk tenni, és át is éljük, akkor másképpen fogjuk élni az életünket. A felnőtt szocializáció, mert ilyen is van, hiszen nem csak a gyermekeket kell nevelni, a felnőtt szocializációnak is van formáló ereje. Több mint 200 programmal várják a közönséget az idei Bőkösz Fesztiválon. A már tradicionálisnak számító, ingyenesre látogatható délbaranyai összművészeti eseményt augusztus 15-e és 25-e között rendezik meg. Rövid híreink következnek. Földrengés volt Pécstől keletre hétfőn reggel. A 2,2-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhette, jelentette a hazai szeizmológiai obszervatórium. A közlemény szerint helyi idő szerint 7 óra 10 perckor 2,2-es magnitudójú földrengés keletkezett a Baranya megyei Pécstől mintegy 15 kilométerre keletre. Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de erről egyelőre nem érkezett bejelentés. Az augusztus végi szeptember elejé időszak a hazai erdők egyetlen honos lúdarás faja, az európai lúdarás életciklusának legintenzívebb időszaka. A fészkek ilyenkor a legnagyobb létszámúak, és ilyenkor zajlik a párzás is. A lehűlések beköszöntével azonban a kolónia szinte összes tagja elpusztul, így a rovarokkal való találkozás esélye majdnem a nullára csökken. Az erdészek azt tanácsolják, bárhol is találkozunk velük, semmiképp se hadonásszunk, csapkodjunk vagy hesegessük el ezeket a rovarokat. Inkább óvatosan próbáljuk meg távozni, nagy ívben elkerülni őket. A magányos lúdarás ugyanis veszély esetén olyan feromonokat bocsát ki, amelyek nagy távolságról is jeleznek a kolónia többi egyedének, és azok veszélybe került társuk segítségére sietnek. Folyamatosan várják az adományokat a Kertvárosi Mosolymanú Egyesületnél, ahol most az iskola kezdésben segítik a rászoruló családokat. Eddig már 137 csomagot állítottak össze nekik, amiket ki is osztottak, mondja az egyesület vezetője. Most a megmaradt felajánlások vannak soron, de fogadják az új adományokat is. Ezen kívül pedig más akciókkal, kezdeményezésekkel segítik a kertvárosi közösségük életét.
Iskolatáskák, iskolaszerek, cipők, ruhák gyerekeknek. Ezeket adományként kapta a Mosoly Manu Egyesület Kertvárosban. Augusztusra 137 iskolakezdő csomagot állítottak össze a rászoruló családoknak, amiket kiosztottak. De maradt még a felajánlásokból, amíg szeptemberig gazdára találnak majd, mondta augusztus első felében az Egyesület vezetője stábunknak. Ami ezután érkezik be iskolafelszerelést, azt a többi családunk tudja majd elvinni, úgyhogy mi folyamatosan egészen augusztus végéig várjuk a füzeteket, könyveket, tisztasági szereket, gyermekágyneműt, tehát óvodáságyneműt, és közben folyamatosan mennek a szokásos osztásaink, tehát például élelmiszerosztás, ez egy állandó adományozónk révén, általában havi 20 csomag élelmiszert ki tudunk osztani, vagy például a ruhaosztás, azt két hetente tudjuk jelenleg megtartani, de van könyvcsehe programunk, hogy egy kicsit a kultúrára is menjünk át. Ez is egy több mint 10 éve működő program. Ez a könyvcsehe program az azt jelenti, hogy be lehet hozni egy könyvet, és el is lehet vinni, de általában, hogyha csak elvisz valaki, azzal sincs semmilyen probléma. A közösségi tereknél is segít az Egyesület, hogy jobb körülmények között tölthessék idejüket a gyerekek. Ilyen a játszótér programjuk. A mi játszóterünk mozgalom egyidős az Egyesülettel 15 éve működik. Ennek az a lényege, hogy a helyi közösség kehes meg minket, és mi közösségi tervezés eszköztárával megpróbáljuk a helyi közösség és a fenntartó között megtalálni azt az egyensúlyt, hogy mi az, ami valósan megvalósítható ott azon az adott játszótéren. Ebbe bevonjuk önkéntes munkába a helyieket, és megpróbálunk különböző forrásokat keresni hozzá, akár önkormányzatról, akár céges, de vannak önkéntes vállalati programok is, amiben mondjuk egy játszótér festés belefér. Vörösné Deák Andrea elmondta, programjaikkal, akcióikkal minden korosztálynak segítenek. Az Egyesületnél helyet adnak a közösségi kezdeményezéseknek. Augusztusban pedig a legfontosabb az iskolakezdés segítése. Ezért várják folyamatosan az adományokat a Mosoly Manu Egyesülethez. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik, adta hírről a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. 72 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 5, szombaton 25, vasárnap 33 jogellenesen az országban tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 9 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén, idén az eddigi legtöbb, 141 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 24 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Közel 100 alkotás látható a magyar himnusz kiállításon a Siklósi Várban. Képek, szobrok, sőt ruhák kerültek be a tárlatba, amikben közös, hogy a himnusz ihlette az alkotásukat. Budapest, Győr, Székesfehérvár, Szeged után utolsó állomásként Siklóson láthatók a műalkotások.
Magyar himnusz, Kárpát-medencei keresztény-magyar kortárs alkotóművészeti kiállítás olvasható plakáton. A Siklósi vár termei adnak otthont október 1-ig ennek a tárlatnak. Az ünnepélyes megnyitót augusztus 18-án tartották. Siklós polgármester elmondta, bár eddig a nagyobb hazai városokban mutatkozott be ez a vándorkiállítás, a baranyai település is méltó helyszín. Ez a Siklósi vára az ezer éves történelmünknek egy nagyon fontos bástyája, egy nagyon fontos megállópontja, és olyan minőségi módon tudunk keretet adni ennek a kiállításnak, ahogy azt én hiszem, hogy talán senki más rajtunk kívül, bár egy picit biztos elfogult vagyok, de a Siklósi vár kiállító tereiben, ha néhány szóban szeretném összefoglalni azt, hogy miért is jó, hogy itt van ez a kiállítás, azt gondolom, hogy a himnusz kiállítás az hazaérkezett, Siklósra mindenféleképpen. A kiállításnak fontos üzenete van, amit a siklósi helyszínen utolsó megállóként a látogatók is átérezhetnek, mondta polgármester. Talán az utolsó nagyobb időszakot öleli át, amikor bemutatásra kerül ez a kiállítás, ugye közül a másfél hónapot lesz itt majd a siklósi várfalai között megtekinthető, és azt is tudjuk, hogy határainkon túlról is vannak olyan alkotóművészek és olyan műalkotások, amelyek itt bemutatásra kerülnek. Talán nincs fontosabb üzenet, mint hogy mi egy nemzet vagyunk, magyarnak születtünk, és erre nagyon büszkék vagyunk. A himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából hirdettek pályázatot. Ez alapján kezdtek alkotómunkába a művészek, idézte fel Józsa Judit, a kiállítás kurátora. Nemzeti imánk a magyar nemzeti identitás, a közösségi emlékezet, a hazaszeretet, a hazafiság, a hősiesség, az önfeláldozás és az összetartozás erejének megtestesülése. Mit üzen 2023-ban, azaz 2024-ben a magyar himnusz a Kárpát-medencei kortárs keresztény magyar alkotók műalkotásain keresztül? A Józsa Judit Művészeti Alapítvány a nemzeti imánk születésének 200. évfordulója tiszteletére magyar himnusz címmel és tematikával, a fenti gondolatok és eszmék mentén nyílt képző nép- és iparművészeti pályázatot hirdetett kizárólag profi alkotók számára. A kurátor idézte a kiállítás fővédnökének, Vitályos Eszter kormányszóvivőnek, államtitkárnak a szavait is a megnyitón. Himnuszunk hívó szavára készült el a sok-sok itt látható alkotás, de úgy is mondhatnám, hitvallás. Kurátorként kormányszóvivő asszony szavait csak megerősíteni tudom, valóban hitvallás minden kiállított alkotás. Különösen fontos ez napjainkban, amikor azt tapasztaljuk, hogy kifordult a sarkából ez a világ, s benne Európa is. Csak hogy mi magyarok is Európa része vagyunk, sőt a történelmünk során számtalanszor mi védtük meg a keresztény Európát, vérünket adtuk érte. Ezért az életüket feláldozó hőseink iránti tisztelet is arra késztett minket, hogy ezt a hitet megvalljuk, megmutassuk akkor is, mikor a nihilizmus söpör végig a földrészen, mondta a kurátor. A kiállítás a városvezető, illetve Kocka Kornélia lokálpatrióta kérésére érkezett Siklósra. Eredetileg ezt nem tervezték, idézte fel Józsa Judit. A tárlaton 82 művész, közel 100 alkotását láthatja a közönség, amiket a magyar himnusz ihletett. A régió híreivel folytatjuk. A véradás a nyári hónapokban is rendkívül fontos. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete. A balesetek, műtétek miatt a meleg időszakban is nagy szükség van a segítségre. Az egészségügy a nyári hónapok alatt sem áll le, a vérre évszaktól függetlenül nagy szüksége van az arra rászorulóknak. A vér egy olyan gyógyító eszköz, ami természetes módon juthat el csak a rászoruló betegekhez, tehát ha a véradó a karját nyújtja, és fizikálisan elmegy vért adni, és a saját szövetét adományozza. A vér nem állítható elő mesterségesen, tehát ez az egyetlen módja, hogy az embereken segíteni tudjunk. A Magyar Vöröskereszt augusztus 31-ig a véradóknak ételkupont is adományoz. Amelyet egy adományozó ajánlott fel, amelynek a leírását ugye mindenki meg tudja nézni majd a kupon hátoldalán, és akár egy ételrendelésnél 2000 forint kedvezményben is részesülhet. De természetesen minden véradáson, akár az alapszervezetek közreműködésével igyekszünk a véradóknak valamiben kedvezni, vagy kedveskedni, apró ajándékkal, vagy élelmiszercsomaggal, hol mire van lehetőség. A szervezet egy megújult telefonos applikációval is rendelkezik, amelyen keresztül többek között tájékozódni lehet a véradási helyszínekről is.
a véradót figyelmeztetni tudja, hogy mikor jár le a két véradás közötti 56 nap, sőt, egy olyan új kezdeményezés is van benne, hogy egy gyors teszttel, akár a véradó önmagát tesztelheti, hogy alkalmas lehet-e a véradásra, ott és akkor, de természetesen az igazi alkalmasságot, hogy a véradó ott is azon a véradáson, amelyre jelentkezett alkalmas-e, az ottani kivizsgálás és az adott értékei határozzák meg. A Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyében augusztus 22-én Tolnán, 27-én Faddon, 28-án Hőgyészen, valamint Tevelen 31-én a Galuska Fesztiválon tart véradást még a hónapban. Paksi kajakosként két bronzéremmel a nyakában tért haza a párizsi olimpiáról. Pup Noémi négyesben és párosban is a dobogó harmadik fokára állhatott fel az ötkarikás játékokon. A sportolót kérdeztük az elért eredményekről és az élményeiről. A paksi kajakos Pup Noémi számára kiválóan sikerült a 2024-es párizsi olimpia, hiszen két bronzérmet is szerzett. Az elsőt a kajak négyesek 500 méteres versenyében Gazsó Alida Dórával, Csipes Tamarával és Folycsárával, a másodikat pedig párosban szintén Folycsárával. Az olimpikon már hazatért, Pakson kérdeztük elért eredményeiről. Előzetesen ezt nem nagyon vártuk. Egy éremben bíztunk, illetve egy párosban úgy voltunk vele, hogyha a döntőbe fogunk tudni jutni, ott bármi megtörténhet. Az, hogy ez bronz érem sikerült ott is begyűjteni, az tényleg egy nagyon extra dolog szerintem. A kajak kettesek versenye egészen elképesztő izgalmakat hozott, ugyanis Noémi és Folycsára holt versenyben lettek harmadikak a német duóval együtt. Tehát egy nagyon hosszú várakozás előzte meg ezt a végleges eredményhirdetést. Ugye, ha jól tudom, ilyen 5-6 perc telt el a célba érkezéstől és a végső eredmény hirdetésig. Nagyon nehéz volt, mert tehát az a tudat, hogy jó pályát jöttünk, jó helyen vagyunk, és tényleg mindannyian azt éreztük, hogy ez meg lehet. Majd végül azt írják ki, hogy negyedikek lettünk, akkor az ott hirtelen egy csalódás volt. Aztán érkezett a jó hír, Noémiék mégis dobogóra állhatnak. Az is egy nagyon jó dolog, hogy a másik két magyar lány is nagyon örült nekünk, illetve a megosztott harmadik helyes németek is nagyon, nagyon boldogok attól, hogy együtt állhatunk fel a dobogóra. A paksi kajakos most próbál a pihenésre fókuszálni. Nagyon sok elfoglaltság adódik, ugye szerencsére az eredményességből adódóan, de ennek próbálunk eleget tenni, és most már tényleg szeretnék egy kicsit pihenni. Pup Noémivel ismerős című műsorunkban hosszabban is beszélgettünk. Az erről készült adásunkat augusztus 18-án vasárnap 21 óra 30 perckor tekinthetik meg a Tolnatáj televízióban. Rendhagyó idegenvezetés keretében ismerték meg az érdeklődők a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyház történetét. A vendégeknek az érsekség sekrestyése és a korábbi restaurálás vezetője árult el több érdekességet az épületről. Minden második ilyen cikcakra, minden második osztóf fő fölé sikerült nyílt égésterű gáz hőlékbe fogunkat tenni. 2022-ben adták át a teljesen felújított, restaurált Nagyboldogasszony székesegyházat Kaposváron. Az épület 1993 óta nem csak plébánia templom, hanem az új kaposvári egyházmegye székesegyháza is. Aki látta a felújítás előtti állapotot, az tulajdonképpen az bejön a templomba, és az előtte-utána állapotra, akkor van egy ilyen wow élmény, hát nem tudom másként megfogalmazni, mert hihetetlenül színes lett és világos lett az egész templom belső. Ez az egyik legfontosabb. Maga nemében nem egyedülálló ez a díszítés stílus, ez tökéletesen illeszkedik abba a 19. század végi díszítő festési eljárás módba, mint akár a pécsi bazilikát tekintjük, vagy a Mátyás templom, Országház, stb. Tehát igazából ilyen szempontból illeszkedik ebbe az egészbe, és itt maga az, hogy hihetetlenül színessé vált, és ez az élmény az, ami nagyon fontos lehet a kaposváriaknak. Itt mind az üvegablakok tekintetéről beszélünk, mind a falképről beszélhetünk. A Kaposfest keretében ezúttal a nagy érdemű is sok érdekességet, kulisszatitkot tudhatott meg az épületről. A többi között azt, hogy ez már a harmadik templom ezen a helyen. A szakemberek pedig szívesen mesélnek az érdeklődőknek a történetéről.
és szép, színes, nem biztos, hogy el tudja mondani. Így, hogy kicsit így ráirányítjuk a figyelmet, az, hogy ki és mikor és miért dolgozott és hogyan, ez nyilvánvalóan egy kicsit megnyitja a nézőpontot egyéb templomok felé is. A Székesegyház több koncertnek is helyet ad ezen a hétvégén, de a Szivárvány Kultúrpalota és a Református templomba is érdemes ellátogatni. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Aszály hatása a mezőgazdaságra. Nem lesz drágább a kenyér. Megnyílt a 9. Bőkös Fesztivál. Ingyenes összművészeti fesztivál az Ormánságban. Már 137 csomagot kiosztottak a Mosoly Manónál. Iskolakezdési adományokat vár az Egyesület. A Magyar Himnusz ihlete alkotások Siklóson. Kiállítás nyílt a várban októberig. Kedden államalapításunk ünnepén is marad a nagy meleg, ismét az Alföldön lesz melegebb. Az északkeleti szél többfelé élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lehet. Térségünkben délelőtt 22-32, délután 33-34 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!